A múlt történelem, a jövő talány, de a ma egy ajándék. Ezzel a bölcsmondással köszöntöm Önöket a mai kulturális Mozaik magazinban, vagyis ahogyan nevezzük a műsort a Kultúrmorzsákban. Rövid tartalomjegyzék a bőséges választékból. Az író Göncz Árpádtól búcsúzunk két novellájával, amelyeket ő maga olvas fel, majd Kondzs Zsuzsa egyik legnépszerűbb dalával, amellyel jubileumi koncertjének kedves vendégét köszöntötte. S ha már az irodalomnál tartunk, nem maradhatnak el az újdonságok sem, amelyek közül a legfrissebb a kicsinyeknek szól Benedek Elek arany és ezüst mesés kifestőkönyve Havas Judit odaadásának köszönhetően. Ikonok meglepő módon nem egy festőművésztől, hanem Tétényi Éva főépítésztől, városvezető politikustól. Milyen volt élőben látni, hallani az amerikai könnyű zene ikonikus alakját, Frank Sinatrát? A születésének 100. évfordulójára rendezett budapesti koncerten találkoztunk egy házaspárral, akik még Las Vegasban hallották, látták őt. És végül egy igazi sikertörténet, egy magyar festőművész elképesztő karrierje a dél-amerikai Paraguayban. Ritka élményben volt részem Torontóban, ahol 1991-ben hazánk addigi leghosszabb külföldi kulturális szerekszemléjét rendezték meg. Hungary Reborn, azaz újjászülető Magyarország volt a címe a két hónapos rendezvény sorozatnak, amelynek legemlékezetesebb eseményeként Göncz Árpád nem csak megnyitotta köztársasági elnökként a fesztivált, hanem íróként is jelen volt. Két novelláját olvasta fel. Ennek a ritka néhány percnek most önök is tanúi lehetnek. Ezzel a különleges felvétellel búcsúzunk az írótól, a műfordítótól, Magyarország első köztársasági elnökétől. Hazaérkezés Zsuzsának. Aztán ne ám, hogy bemenjen az első kocsmába és leígja magát, mondta az őrmester, miközben a férfi az óráját csatolta föl, és újjára húzta karikagyűrűt. 6 év után először. Nem felelt. Odakint tombolt a nyár, a színek. Kék volt az ég, zöldek a fák, sárgák a villamosok. A nők tarka díszmadarak. Mindent és mindenkit megbámult, csoda, hogy föl nem pofozták. Aki annak idején, ha látta, átment előtte a túloldalra, most átjött a túloldalra, és hosszan rázogatta a kezét. Öregem, hallom, volt egy kis kellemetlenséged, hidd el, én is csak üggyel, bajjal. Itt nem védte tőlük a börtön fekete-fehér egyértelműsége. Felesége egy vasárnap elvitte kirándulni. Őt meg a kisfiút. Aki fél éves volt annak idején, most meg már majdnem 7. Az erdőben, az úton a kisfiú azt mondta, apa, most vezess, és behúnyta a szemét. Értette a kezét. Jó egy percig kerülgetett vakon követ, hullott ágat, kátyút, kerékvágást. Aztán a kisfiú kinyitotta a szemét, és azt mondta, most te, apa. Ő engedelmesen behúnyta a szemét, és ment is vagy 10 lépést vakon. Ő is értette a kisfiú kezét. Aztán kinyitotta a szemét, és a szemesarkából látta a felesége száján a majdnem mosolyt. Az asszony látta, hogy ő látja. Az ég kék volt, a lomb zöld, és a zöld lomb lékein vastag pászmákban csurgott az útra, kőre, hullott ágra, kátyúra a napfény. Thank you.
Maradván az irodalomnál, három nagyszerű Korvina kiadványt ajánlok most önöknek. Az első az Igazi hősök, Nyári Krisztián az elmúlt évek két könyv sikerének, az Így szerettek ők című irodalmi szerelmes könyveknek szerzője, valódi emberi sorsokat, igaz történeteket írt ebben a nagyon szép albumban. 33-19-20. századi magyar emberről, akik köztünk éltek, és akiknek élete vagy személyes döntései ma is példaszerűek. Vannak köztük ismertebb emberek, mint Papp Laci vagy Semmelweis Ignác, és kevésbé ismertek, mint Halasi Olivér, a világ első mozgássérült olimpikonja, Hugonnai Vilma, az első magyar diplomásnő, vagy Ocskai László százados, a magyar Schindler. Az emberi sorsok érdekelnek, erről írok. A könyvben szereplő 33 magyar ember igazi hős, akik a megfelelő pillanatokban jól döntöttek, és aztán képesek voltak kitartani döntésük mellett. Hősök, akik a nehezebb utat választották, és a kisebbségben maradva is az igazságot képviselték. Vagy egyszerűen csak végig mertek menni a saját útjukon úgy, hogy másoknak ezzel példát mutattak. Kiválasztásuk teljesen szubjektíven történt. Ők az én személyes hőseim, mondja a bevezetőben Nyári Krisztián. Ez tehát Nyári Krisztián, Igazi hősök, 33 igaz ember portréja a Korvina kiadásában. Egy virtuális útikönyv, olvasom a Korvina másik könyvének borítóján. Már ez is titokzatos, ám még inkább a folytatás. 100 nagy titok, amire nem derül fény soha. Daniel Smith a szerző. És ebben a könyvben olyan megfejthetetlen titkok, örökre eltűnt emberek, elsüllyedt hajók, elásott kincsek, féltve őrzött receptek olvashatók, mint például Kolumbusz első útjának hajónaplója, az igazi eltűnt frigyláda, a Loch Ness-i szörny, a Szent Grál, Hemingway korai kéziratai, vagy a fekete szakál kincse, Muhammad Ali olimpiai aranyérme, Nikola Tesla megsemmisült jegyzetei, avagy az Apollo 11 videófelvételei. Ez tehát a 100 nagy titok, amire nem derül fény soha. És most egy igazi kuriózum, amely egyaránt fontos lehet a manapság nagy divatját élő keleti harcművészetek követőinek, vagy a történelem szerelmeseinek. Szeretnél szamuráj lenni, kérdi a szerző Stephen Turnbull a japán harcos nem hivatalos kézikönyvében. 1615-öt írunk. Japán katonáskodó társadalmi osztálya a szamurájság fénykorát éli. Képzettek ők mindenfajta harcmodorban, a vívástól a nyilazáson át a karatéig és a cselgáncsig. Ők hivatottak megvédeni a császárt minden elvetemült kül- vagy belföldi barbár támadása ellen. Ezért hát kard ki kard, ifjú szamuráj! Ebből a könyvből megtudhatod, miként válhatsz méltóvá a dicső szamuráj névre, mind háborúban, mind pedig békében. Megtanulhatod például, miként léphetsz rá a harcosok útjára. Kiket kell megölnöd, és utána mihez kell kezdened a levágott fejükkel. Mivel kell tartalmasan elütnöd az idődet két csata között, hogyan kell sikeresen megostromolnod egy várat, miként őrizheted meg a zen előírásaihoz méltó tartást te a szertartás közben, mi mindenre lesz szükséged, ha ki akarsz állítani egy hadsereget, vagy hogy hogyan készülj fel a halálod után a fehér jáde pavilonba vezető utadra. A szerző a legfrissebb kutatási eredmények alapján eleveníti meg a 17. század elejé Japán történelmi alakjait, és érzékletes képet nyújt arról, milyen is lehetett ebben a fénykorban szamurájnak lenni.
Benedek Elek születésének évfordulója szeptember 30-a, immár 11. alkalommal a Magyar Népmese napja. Az idei ünnepre jelent meg az Arany és Ezüst meséskönyv, két gyönyörű összeállítás Benedek Elek meséiből, kifestőkönyvvel és Tóth Gyöngyi illusztrációival. Azt szerette volna, hogyha a rajzok beindítják a gyerekek fantáziáját, a képeken megjelennek a különböző országok díszítő motívumai, jellemző tárgyai, s ha felébred a kíváncsiságuk, a szülőknek lehetőségük nyílik tovább mesélni arról az országról. A rajzokat tetszés szerint ki lehet festeni aprólékosan is, és néhány színnel, kinek-kinek a maga színvilága és ízlése szerint. A könyvek mellékleteként kiadott CD-n Havas Judit előadó művész tolmácsolásában hallhatóak a mesék. A szervezők nagy örömére Benedek Elek dédunokája, Benedek Katalin néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa is elfogadta a premierre szóló meghívást, amelyen mi is ott voltunk. A mese tulajdonképpen eredendően felnőtt szórakoztatásra szolgált, és ezeket a felnőttes meséket Benedek Elek összegyűjtötte. Ő, amikor megérkezett Budapestre Kisbaconból, és egyetemistaként Gyulai Pálnak a hallgatója volt, akkor belekerült ebbe a nagyon föllendülő mese kutatásba, és a Millennium, az ezer éves fennállás alkalmával kapott egy felkérést az Athenaeum könyvkiadójától, hogy legjobb volna, hogyha az ország a magyar nép meséit a gyűjtések alapján egy földolgozásban közzé tenni, mert Grimmet és Andersent adnak ki a kiadók, de igazi magyar mesékről a közönségnek, főként a városi közönségnek nagyon kevés tudomása van. És akkor Benedek Elek nagyon rövid idő alatt, 1894 és 96 között 396 mesével szinte lefette az egész magyar nyelvterületet. Megjelent a magyar népköltési gyűjtemény, és akkor indult a folyóiratokban a népmese közlés. Ő összeválogatta, és ezt a rendkívül nagy, ez 10 kötetre terjedő meseválogatás, amit ő a saját székely mese tudásával átmesélt. Tehát azt a polgáriasítást, azt a gyerekek, gyerekszobába való bevitelét végezte el egyébként népi, felnőtt népi mesemondásnak, ami által onnantól kezdve generációk nőttek fel. Úgyhogy Benedek Elek mesenyelve az teljes mértékben meghatározta főként a városi közönség mesekönyv használati szokásait. A gyerekmesekönyveket ebben a nyelvezetben ismerték meg, és nem csak a városi, a falusi a legjobb mesemondókra igen nagy hatással voltak az ő stílusfordulatai, hogy a meséknek keretet adott, és egyszer volt, hol nem volt, még az Operenciás tengeren is túl, hetet-hét országon, még az Üveghegyeken is túl. Ez tulajdonképpen az ő mesemondása a révén vált nagyon népszerűvé a néprajzi, a népi mesemondók körében, akik csak úgy elkezdték a mesét, és ugyancsak a befejező részben, hogy egy egész kis mini mesével fejezte be Benedek Elek a meséket, szintén egy más szintre emelte. Úgyhogy a bevezetéssel és a befejezéssel egyszer kiemelte a rendkívüli világ értelmezésre a hallgatóságot, és aztán visszahozta a mindennapok közé.
ezzel bemutatta a Millennium számára, földolgozta a magyar népmesekincset. Itt nem állt meg egyébként az ő mesével való foglalkozása, erről szól a mai napunk. Összeismerkedett egy kiváló Athenaeum könyvkiadó igazgatójával, aki Bernben megalkotta a mesefordítás kánonját, és ő észrevette, hogy a legjobb külföldi meséknek nincsen magyar fordítása, és ebben az időben volt Andrew Lang, angol folklorista, antropológus nagy vállalkozása, a Benedek Elek mesefordítás köteteinek az elődje, a Kék mesekönyv, az Arany mesekönyv, az Ezüst mesekönyv, ahol ő az egész világról összeszedte és átírta a világ legértékesebb mesekincsét. Ezt a sorozatot ez a Arasburg igazgató megvásárolta, és Benedek Elek számára feladta a leckét, hogy tessék lefordítani, és ebből lett aztán a világmesekincsének a Benedek Elek általi lefordítása, amit a Judit előszeretettel CD-kre mesél és kiad. Most az Ezüst mesekönyvből egy rövid mesét választottam. Volt egyszer két béka, az egyik Oszaka város mellett lakott egy gödörben, a másik pedig Kiotó mellett egy patakban. Mit gondoltak, mit nem, mind a kettőnek nagy kedve kerekedett, hogy világot lásson. Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna látni Oszakát. A másik pedig, amelyik Oszakában lakott, az meg szerette volna látni Kiotót, a Mikádó városát. Egymást nem ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme mégis egyszerre, egy pillanatban gondolta erre az utazásra. Egy órában indult el mind a kettő a nagy útra. Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak, s mert hogy volt egy szörnyű magas hegy is a két város között, bizony sok idő telt belé, amíg annak a magas hegynek a tetejére kiértek. De bezzeg elcsodálkozott mindkettő, mikor ottan meglátták egymást. Nagyon megörültek egymásnak. Adj Isten! Köszöntötte az egyik béka a másikat. Adj Isten, te hová indultál, testvér? Én bizony, mondta az egyik, amely Kiotóból indult, szeretném meglátni Oszaka városát. Ugyan bizony, na lám, én meg Oszakából indultam azért, hogy lássam Kiotót, a Mikádó híres városát. Helye, de jó! Ugye, de jó? Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak, ettek, ittak, mulattak, hát még táncra is kerekedtek. Tánc után meg leheveredtek a jó magas fűbe, s pihentek, aztán elkezdtek beszélgetni. Na lám, mondott a kiotói béka, erről a hegyről jól lehetne látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állni a lábunkra. Hiszen azt megtehetjük, mondotta az oszakai béka, álljunk fel a hátulsó lábunkra, az első lábunkkal meg öleljük át egymást, fogódzunk jó erősen egymásba, te nézz Oszaka felé, én nézek Kiotó felé. Akkor legalább nem kell tovább fáradnunk, anélkül, hogy oda mennénk, mind a ketten látjuk egymásnak a városát. Hát tetszett a terv. Egyszeribe talpra ugrottak, felálltak, összefogózkodtak, s néztek, néztek, egyik erre, a másik arra. Azám csak, hogy a fejüket, amint felemelték, mind a kettőnek a szeme hátrafele fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót látta. Az oszakai béka, az meg Oszakát látta. Mi tenni, mondott a kiotói béka, hiszen Oszaka éppen olyan város, mint Kiotó. Na hallod, mondotta az oszakai béka. Engem is öl a csuda, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Na, ezért igazán kár volt kimászni ennek a hegynek a tetejére. Le is mondottak egyszerűen arról, hogy tovább menjenek. Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet, azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól. A kiotói béka ment haza Kiotóba,
Az oszakai béka meg ment haza koszakával. Otthon mind a kettő elmondotta a többi békának, hogy Kyoto éppen olyan, mint Oszaka, Oszaka olyan, mint Kyoto, és soha, de soha haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni velük, hogy bizony Kyoto nem Oszaka, és Oszaka nem Kyoto. Ti már biztosan láttatok havat, ugye? Ki az, aki már látott hópelyheket? Na, akkor képzeljétek el azokat a hópelyheket, és fújjátok rá erre a szép nyári tájra, rögtön lesz belőle téli. Kipróbáljuk? Nagy levegő? Hoppá! Itt van a sok hópihe. Még azért eshetne rá egy pár, ha elővennétek a ti hópihéiteket, és már is szálingozhat a hó. Hullásban sok pihe hull, egy pihe sem lesz így egyedül. Egyedül nem jön, nincsen kedve, egyedül a hópihe csak dideregne. Egy maga nem jön, százan jönnek, kavarog a sok pihe, hullanak esnek. Kavarog százezer, hull millió, perdül és táncol és kanyarog a hó. Földre leírve összefogúznak, toldunnának, lágy takarónak, belepik az utcát, a tereket, a várost, Szentendrét és Budafok háros, belepik a ligetet, belepik a szigetet. Mit gondolsz a ma gyermekének, mennyit mesélnek a szülők élőben? Tehát nem úgy, hogy feltesznek egy CD-t, vagy odaültetik a tévé elé. Én alapvetően egy optimista ember vagyok, és szeretnék hinni abba, hogy vannak még ilyen emberek. A másik oldalon picit félelmeim is vannak. Félelmeim vannak, mint ahogy most az egész világgal kapcsolatban vannak félelmeim, hogy szükség van arra, hogy igenis megvédjük a kultúránkat, megvédjük a művészetünket. Itt Európában ennek olyan mély gyökerei vannak, ezért is tartom fontosnak a belvárosi művészeti napokat, hogy ezt elmondjuk az embereknek. Mert néha megijedek attól, hogy számítógép előtt tudnak már csak ülni, legyenek azok gyerekek vagy felnőttek, a számítógépet, az okostelefont a sokkal jobban tudják használni, mint a mi generációnk. Persze mi is használjuk, de nem az az élet főszereplője. Tehát az, hogy könyveket vegyenek a kezükbe, hogy hiányolom egy csomószor azt a polgári életformát, ami az én szüleim vagy nagyszüleim életében volt, hogy igenis szükség volt az együtt töltött estékre, ahol nem a televíziózásról szólt, nem a számítógépezésről szólt az élet, hanem az, hogy együtt voltak, hogy beszélgettek, hogy tejáztak, hogy házi muzsikáltak. És nem kellett ehhez olyan professzionális módon csinálni, mint ahogy ma sokszor elvárják. Azt látom, hogy zeneiskolákban az a szempont, hogy ha nem lesz a gyerekből virtuóz, akkor hagyja is abban, ne foglalkozzon vele. Nagyon fontos volt, nagyon sok olyan hegedűs, nagyon sok olyan zongorista volt, és hiszen minden polgári család lakásához hozzátartozott a zongora, hogy odaültek az zongorához, és a saját örömére, és a saját kedvtelésére, és a családja örömére is tudtak együtt lenni barátságban, békében, és ez szerintem egyre kevesebb helyen van. Tehát egy picit úgy érzem, hogy ez a dolgunk is, hogy e felé vigyük, és ahány fórumon van lehetőségem, hogy erről beszéljek bármilyen módon, vagy megnyilatkozzam, akkor szeretném ezekre fölhívni a figyelmet, hogy verseket olvassanak. Tudom, hogy óriásit változott a világ, hiszen Ákos mondta el, hogy mekkorát változott a vers szerepe, hogy ma hányan vesznek a kezükbe egy verset, vagy egy verses kötetet, vagy mondjuk Petőfi idejében, amikor egy forradalmat lehetett csinálni egy verssel. De persze az időt nem lehet megállítani, meg nem is akarjuk, nem ez a cél. De valahogy el kell mondani, és fel kell hívni az emberek figyelmét, hogy vannak azért más lehetőségek is. Nem fontos mindenről elhinnünk, hogy az a jó irány, amit mondanak, és nem biztos, hogy az a celeb kultúra, az a
amit most szeretnének elhitetni, hogy azok a valódi értékek, hanem fel kell velük szemben más értékeket is mutatni, ezért tartok nagyon fontosnak egy operagálát, mert ezek azok az évezredes értékeink, amiket szükséges, hogy a jövő generáció számára megmutassuk, megszerettessük őket. Hiszen ha nem ismerik meg, akkor nem fogják tudni szeretni. Tehát a komoly zene is nem lehet azzal kezdeni, hogy rögtön a legnehezebb Wagner műveket hallgassák meg, hanem el kell kezdeni az alapoktól, és hogyha érteni fogja, akkor egy idő után fogja szeretni is. Ha valaki, elé teszek egy kottát, fogalma nincs, hogy mi a különbség a C-dur és a G-moll között, akkor nem fogja érteni, ha pedig nem érti, akkor nem fogja elfogadni, nem fogja szeretni, tehát el fogja utasítani. És ilyen tekintetben ne a súlytalan és a könnyű felé menjünk, hanem inkább tanítsuk meg. Ezt gondolom a képzőművészetekről is. Nagyon nagy hiba volt az, hogy például az avantgárd kimaradt, több generációnak az életéből kimaradt, hiszen én arra emlékszem, hogy nekünk gimnáziumban a szocialista realizmus tanították meg, hogy mi az, ami nem volt olyan nagyon nagy különbség, fából vaskarika annyi, hogy ugyanannak a realisztikus szobornak a kezébe sarló volt, vagy kalapács, vagy mind a kettő. De az, hogy egy modern szobrot, hogy egy kubista festményt, egy nonfiguratív szobrot elfogadjon, értsen, ahhoz sok időnek el kell telni, meg kell ismertetni, és meg kell szerettetni az emberekkel. Alszik alatt a rét, meg az erdő, könnyű a Dunna, a Piepu a felhő, alszik a föld, és a földben a búza, a karóját magára húzza. Csend van, senki sem moccan, ág sem roppan, cipő se koppan, nyugszik és alszik a tél meg a táj. Csak a hó, csak a hó, csak a hó muzsikál. Azt hiszem, nem csak nekem meglepetés, hogyha egy képzőművészeti kiállítás képeiről kiderül, hogy azt nem egy festőművész készítette, hanem egy merőben más terület szakembere. Ez történt, amikor értesültem Tétényi Éva tárlatáról. Az ikonok festője ugyanis korábban 6 éven át Terézváros főépítésze, majd Esztergom polgármestere volt. Nem mellesleg ő készítette fel Terézvárosban a Budapest világörökségi helyszíneit arra, hogy felkerüljenek az UNESCO világörökségi listájára. Tétényi Éva építészmérnök politikus, korábban 6 éven át Terézváros, majd 2 évig Győr-Moson-Sopron megye főépítésze. 2010 és 2014 között Esztergom polgármesteri tisztségét látta el. Egy építészből hogy lesz képzőművész? Egy építész tulajdonképpen művész is, csak más eszközei vannak, mint egy képzőművésznek. Úgy is szoktuk mondani, hogy egy építész az emberek álmát kőbe, fába álmodja meg, a képzőművész pedig papírra veti. Az ősi egyházi ritusokat, törvényszerűségeket figyelembe vevő ikonfestészet speciális tudást és alkotói hozzáállást feltételez. Aki látja ezeket a lenyűgöző alkotásokat, megnyugvásra veszi tudomásul, hogy autentikus szellem és értőkezek teremtették ezeket a lélekig ható alkotásokat. Mi az üzenete a képeidnek? Kétfajta kép került kiállításra, az egyik az úgynevezett aranygrafikák, amiben az aranyszín mindig megjelenik, ezzel jelezve, hogy valami olyan állandót, örökérvényűt szeretne közvetíteni, amit az ikonok is közvetítenek. Ez a szakrális és a profán világ közötti átmenet, ami azt jelenti, hogy mindahányan
azon gondolkodunk, hogy kellene jól élni, helyesen tenni a dolgunkat, milyen erkölcsi normákra kell figyelnünk. Amíg az ikonoknak egy elég szabályos, zárt világa van, hiszen le van írva, hogy mit és hogyan lehet és kell festeni, addig az aranygrafikák egy picit szabadabban, de tulajdonképpen ugyanezt a témát dolgozzák fel. A vernisszázson közeműködött Maros Éva, Liszt Ferenc díjas zeneművész hárfán és Geiger György, Kossuth díjas érdemes művész trombitán. Az ikonok és aranygrafikák igazi varázslata, hogy együtt tárul elénk ezeknek, az aranyba foglalt lelkeknek az esendősége és sziklaszilárd hite. A velük való találkozás minden látogató számára maradandó élményt jelenthet. Száz éve született Frank Sinatra, vagy ahogyan nevezték, a hang. Az egyik évfordulós koncerten találkoztam egy Amerikában élt magyar házaspárral, akik Las Vegasban még élőben tapsolhattak az amerikai könnyűzene legendás énekesének. Fly me to the moon. Milyen volt életben Frank Sinatra? Meséljen egy picit! Ha már ilyen szerencsénk van, hogy van itt egy élő szemtanú. Igen, igen. Hát én is csak egy színpadon láttam, és egy kicsikét messzebbről, de hihetetlen hangulatot, és egy kicsikét, ha nem egy magas ember, egy kicsit a kis ember. Kerek. Egy kicsi vékony volt. Igen, igen. De hát a hangja után azért azt lehet mondani, hogy szerintem nagyon sok nő oda volt, ugye érte, hogy egy ilyen szimból volt, aki jó. És ön milyen emlékeket őriz Frank Sinatra-ról? Hát csak jót, nagyon-nagyon szenzációs volt a hangja, roppant a ritmikus, és egy kivételes egyéniség volt, úgyhogy rengeteg rajongója volt neki, és van is. Sok lemezem van tőle, most is őrzöm őket, és mindig szívesen meghallgatom Frank Sinatrát, mert ez egy fogalom, egy olyan szimbólum, amit talán nincs még egy a világon. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These wagon shoes are long to stray. In the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the hill. Little child, please, how long did you stray? Why through the very heart of it, New York, New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. Mesékről már szó volt a mai kultúrmorzsákban. Egyik következő műsorunkban egy valódi életmesét tárunk majd önök elé.
Egy magyar festőművészről, aki elindult a nagyvilágba, hogy szerencsét próbáljon. Meg sem állt Dél-Amerika közepéig, Paraguayig, ahol az elmúlt 3 esztendő alatt ismert és sikeres ember lett. Marceli kis Melitta nemrég itthon járt. Porté műsorát hamarosan láthatják majd itt, a Kultúrmozsákban, de addig is egy kis ízelítő Melitta festői világából. Néhány gondolat Marcali kis Melitta arcpoétikájából. Az ember arcú társadalmat, a Krisztus lelkű emberi világot és az ezen fölöttit igyekszem megjeleníteni. Egyik sorozatom a gótikus katedrálisok fenséges formái és színei által az ember nemes voltáról és az ismeretlennel szőtt kapcsolatáról mesél. Az örökös próbálkozásról, hogy találkozhasson Istennel. Az épületek harmonikus ritmusát, az üvegablakok színjátékát emelem ki festményeimen, ahogy roppant súlyukkal az ég felé törnek, képeimen már talauzatok nélkül lebegnek, feloldódnak a fényben. Festészetem központi témája az idő, pontosabban az időtlenség. Az örökké érvényes emberi tulajdonságok, érzések és kapcsolatok foglalkoztatnak. Ahogy a halál elválaszt két embert, de a szellemiségük örökre összefort. Úgy fonódnak össze gyökereikkel és ágaikkal az évezredek által meggyötört, szinte széteső, de élni akaró olajfák. Csodálom életerejüket, kitartásukat, szinte anyai szeretetet sugárzó nyugalmukat, példát mutatnak számunkra rövid földi léttel megáldott, de az elembertelenedésen felülemelkedni tudó embereknek. Vonz az állandóság, ahogy a természet ciklikus változásai, mely rendet teremt a lelkünkben. Festészetemben az aktok nem az erotikáról, hanem a természet és az ember elválaszthatatlan kapcsolatáról szólnak. A hónapok, a napszakok színvilágába bújtatott testek szinte összeolvadnak az őket körülölelő tájjal. Ha a látvány előtt festenék, az csak konkrét forma lenne. Célom a letisztult fogalmak kifejezése. Az életeden és a tehetségeden kívül mit kaptál te az édesapádtól? Egy olyan gondolatvilágot, egy olyan kulturális légkört, amit azt hiszem nagyon kevesek kapnak meg. Tehát mi tényleg a nővéremmel együtt beleszülettünk a művészet világába. Ugye édesanyám is rendkívül kultúrált, művelt ember volt, főleg irodalmi téren, meg az opera zenében. Hát a komoly zenében, inkább így mondom. Ugye édesapám pedig a képzőművészet terén, vagy a színjátszás terén. És folyamatosan mi azt éreztük, hogy nem is egy burokban vagyunk, de a művészet az átitatja az életünket, a lényünket, és olyan gyönyörűségekkel találkozhatunk már gyermekkorunkban, ami a mai napig egy-egy idézet valami versből, egy-egy festmény bennünk van. És ők akkora életszeretettel és emberiességgel rendelkeztek, ami azt hiszem keveseknek adatott meg. Igyekszem apukámnak a lépteit nem csak a festészetben, hanem emberileg is követni. Édesapámtól és édesanyámtól kaptam azt a szellemi töltést, ami a művészet világába irányított. A vágyat, hogy átadjam másoknak is a harmónia érzetét önmagunkkal és a világunkkal szemben. Minden természeti és emberi alkotásban a szeretetet, a békét, a bölcsességet keresem. Mi más, amire most szüksége van az emberiségnek? Göncz Árpádra emlékeztünk műsorunk első perceiben. Most pedig hallgassuk Kon Zsuzsát, aki 2006-os jubileumi koncertjén a kedves vendégnek ajánlotta ezt a dalt. Köszöntse azt az embert, akinek azt gondolom, hogy nagyon sokkal tartozunk, akit nagyon nagyra becsülök, akit nagyon szeretünk, akit sokan szeretünk, akinek egy ország köszönhet nagyon sok mindent.
Elnök úr, megtiszteltetés, hogy itt van. Göncz Árpád! A Kultúrmozsák című produkciónk a Médiatanács támogatásával készült.